Missy Beavers egy 45 éves, három gyermekes anyuka volt, aki a texasi Red Oakban élt. Szenvedélye fitness volt, amit igen komolyan is vett. Nem csak a saját testét, lelkét tartotta karban, de oktatta is a testmozgás ezen formáját, rendszeresen órákat tartott csoportjainak. Emellett a közösség aktív tagja volt, és a környezetében élők közül senkinek sem volt ismert oka, hogy ártson neki, ez mégis így történt. 2016. április 18-án Missy-t meggyilkolták, és a legnyugtalanítóbb az esetben, hogy a feltételezett tettesről videófelvétel is készült egy biztonsági kamera révén. Ennek ellenére a mai napig nem derült fény az elkövető személy azonosságára. Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek, lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára és értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Azon a tragikus napon, nem sokkal hajnali 4 után Missy megérkezett a templomba, hogy felkészüljön a kora reggeli fitness órára. Ezen órája igen népszerű volt, és számos, a testmozgás ezen formáját kedvelő egyén vett részt rajta rendszeresen. Missy erre az eseményre készítette elő a termet, de az óráit már soha nem tarthatta meg. Missy-t az órára érkezők találták meg hajnali 5 órakor, és azonnal tárcsázták a segélyhívót. Missy súlyos fejsérülést szenvedett, és mellkasán számos szúrt seb is égtelenkedett, ingerekre pedig nem reagált, de légzése és keringése még volt, amikor megérkeztek a mentők, de sajnos nem sokkal ezt követően a 45 éves, három gyermekes édesanya életét vesztette. A nyomozás azonnal megkezdődött, mégpedig gyilkossági ügyben. A hatóságok arra számítottak, hogy hamar a végére járnak az ügynek, és a rács mögé dughatják a gyilkost, azonban ez nem így történt. De most menjünk végig a nyomozáson. A templomban, ahol Missy a fitness óráit tartotta, volt biztonsági kamera. A felvételeken az látszik, hogy egy ismeretlen személy kalapáccsal a kezében járja a templomot, és egyik helyiség után nyit be a másikba. Az egyik zárt ajtót fel is töri, mintha csak keresne valakit. És valószínűleg keresett is, és sajnos meg is találta. A személy arcát sisakkal takarta el, kesztyűt viselt, sípcsontvédőt, valamint egy rendőrség feliratú mellényt is. Ezáltal még az is kérdéses, hogy férfi vagy nő látható egyáltalán a felvételeken. Most pedig láthatjátok magát a szóban forgó felvételt. A taktikai felszerelést viselő személyről készült felvételeket elemezték, de a támadó nemét nem tudták megállapítani 100%-os biztonsággal. A személy magasságát 157 és 172 cm közé tették. A járása viszont furcsa volt. Bicegett és lábfeje kifelé fordult. Hogy ennek a hátterében valamiféle ortopédiai, mozgásszervi betegség állhatott-e, vagy csak pusztán a nem megfelelő, esetleg a szükségesnél nagyobb méretű lábbeli állt, nem tudni. De mindkét lehetőség felmerült, mint lehetséges ok a furcsa járásra. A helyszínen a betört ablakokból származó üvegszilánkok borították a padlót, és ezzel a rendőrség gyakorlatilag nyomon tudta követni a támadó mozgását, még a kamera felvételek nélkül is. Arra, hogy hogyan jutott be az ismeretlen személy a templomba, ahol akkor Missyn kívül senki sem tartózkodott, magyarázatot adott az épület hátsó ajtaja. Az ajtót feltörték, ami nyomot is hagyott rajta. Emiatt a rendőrség kezdetben azt feltételezte, hogy csak egy balul elsült rablás vezetett Missy egyetlen meggyilkolásához. Több alkalommal is előfordult már olyan eset a világban, amikor templomokba törtek be, és az ott található szentségek kellékeit, kegytárgyakat tulajdonítottak el, amelyek eszmei értéke sokszor meghaladja egyébként a valós értéküket, de ebben most nem menjünk bele. A lényeg, hogy nem volt elvetélt ötlet, viszont mégis elvetették a lehetőséget, mint indítékot, ugyanis a templomból nem vittek el semmit. Ráadásul Missy ujján is ott volt a jegygyűrűje. A rendőrségnek sok éve már, hogy nem kell egy gyilkossági üggyel szembesülnie, főleg nem egy ilyen szörnyű ügy keretein belül. Mondhatni nem voltak ebben tapasztaltak, viszont a nyomozás a szokásos módon zajlott, nyilván követve a szakmai protokollokat. A biztonsági kamera által rögzített felvételeket, amelyeket az előbb is láthattatok, illetve most is, közzétették és arra kérték a lakosságot, hogy akinek bármiféle információja van az elkövetőről, jelentkezzen. Kiemelték, hogy különös figyelmet fordítsanak az emberek a felvételeken látható személy furcsa, bicegő járására. A tippekre nem is kellett sokat várni, mert a videóanyag közzétételét követően nem sokkal elárasztották a rendőrséget a bejelentések. Ezen a ponton az FBI és a marshalli hivatal is bekapcsolódott a nyomozásba, segítve a helyi hatóságok munkáját. Mint ahogy a Missy jegygyűrűje, úgy a telefonja sem tűnt el.
Azt, hogy Missy-nél volt-e, vagy esetleg a kocsijában, nem tudni, de tekintettel arra, hogy a hatóságok rendelkezésére állt, megvizsgálták esetleges nyomok után kutatva. Konkrét indítékot nem, de számos érdekesnek mondható üzenetet találtak rajta. Ugyanis Missy férjnél volt, mégis találtak olyan üzeneteket, amelyeket nem a férjével, hanem egy ismeretlen férfival váltott, tartalmukat tekintve eléggé flörtölős, kacér jellegűeket. Egyébként, ha igaz, az üzenetváltások LinkedIn-en történtek, ami nem egy társkereső, hanem leginkább egy szakmai közösségi oldal, ahol különböző szakmákban dolgozók alakíthatnak ki kapcsolatot egymással, adhatják meg az önéletrajzukat is, gyakorta a megbízókat, munkáltatókat hozzák össze azokkal a szakemberekkel, akire az adott cégnek, személynek szüksége van. Tekinthetjük továbbá egy szakmai portfóliónak is. Ennek a férfinek, akivel itt ismerkedett meg is beszélgetett Missy, nem hozták nyilvánosságra a nevét. A rendőrség úgy véli, hogy Missy valamilyen úton-módon ismerhette a gyilkosát, de az sem lenne meglepő, ha mégsem így lenne. Ugyanis Missy, mint mondtam, fitnessoktató volt, és igen sokan ismerték, gyakorlatilag egy nem túl nagy közösségben szinte mindenki. Emellett pedig a közösségi médiában is igen aktív volt, és folyamatosan tájékoztatást adott arról, hogy mikor és hol fogja az óráit megtartani. Ezáltal bárki számára könnyen megismerhető volt Missy akkori és jövőbeni tartózkodási helye, valamint nyilván a mozgása is. Missy férjét, Brandon Beavers-t is kihallgatták a nyomozót, és arról is megkérdezték, tud-e olyan személyt mondani, aki szerinte ártani akarhatott volna a feleségének. Volt-e valakivel összetűzése, és az úgy általában is ilyenkor szokásos kérdéseiket is feltették. Brandon arról számolt be, hogy nem volt tudomása ilyen személyekről. A felesége nem említett neki soha semmi olyasmit, hogy veszélyben érezni magát, vagy valaki megfenyegette volna. És egyébként ezt alátámaszthatja az is, hogy Missynek volt engedéllyel tartott lőfegyvere, ami Amerikában nem olyan meglepő, viszont az nem volt Missynél az őt ért brutális támadás idején. A fegyverét a templom parkolójában álló kocsijában találták meg. Brandon a nyomozóknak nagyszerűnek, kiegyensúlyozottnak és boldognak írta le Missyvel való házasságát. Azonban a nyomozás során kiderült, hogy ez a leírás nem feltétlenül felel meg a valóságnak. Feltárták a nyomozás során, hogy kettejük házassága gyakorlatilag már tönkrement, és ha ide vesszük azt a tényt, hogy Missy mással váltott kacér, flörtölős üzeneteket, az igazság inkább közel áll ehhez a verzióhoz, mint a Brandon által állítottakhoz. De nem csak az érzelmekkel voltak problémák ebben a házasságban, hanem az anyagi helyzetük sem volt túl jónak mondható. Pénzügyi problémáik voltak, tele voltak adósságokkal, és hogy ez mit jelent pontosan nem tudom, mert nem részletezték. Április 22-én Brandon apja, Randy, felkeresett egy ruhatisztítót és átadott egy vérfoltos inget, azzal a magyarázattal, hogy kutyák verekedtek össze, és miközben szétválasztották őket, valaki megsérült és úgy került rá a vér. Azt nem írták le pontosan, hogy ki sérült meg vagy ki nem, de ez a gyanús esemény felkeltette a ruhatisztítóban dolgozó figyelmét is, és mivel gyakorlatilag mindenki tudott Missy ügyéről, azonnal hívta a rendőrséget. A rendőrség le is foglalta a kérdéses ruhadarabot, és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapították, hogy a vérfoltot már házilag megpróbálták eltávolítani, nyilvánvalóan sikertelenül. Randyt is kihallgatták, és nem csak a testalkata volt hasonló az elkövetőjéhez, de még a járása is. Ugyanis Randy szintén bicegett, akár csak a videófelvételen látható személy. Így Randy potenciális gyanúsított is lehetne, viszont volt alibia a gyilkosság idejére, így kizárták, legalábbis a hatóságok. A közösség tagjai ugyanis szintén értesültek ezekről a fejleményekről, és őket nem győzte meg az alibi. Szemükben Randy bűnös volt. Néhány héttel később a rendőrök birtokába egy sportszerboltból származó biztonsági kamerás felvétel került, amelyen néhány órával a gyilkosságokat megelőzően egy Nissan Altima tűnt fel. Az viszont, hogy kié a gépjármű, nem derült ki, hiszen a tulajdonos nem jelentkezett és a tippekből sem derült ki. Volt egy másik jármű is, amelynek megtalálásához a rendőrség nem kérte a lakosság segítségét. Az egy sötét terepjáró volt, amely ugyanazon a reggelen, hajnali 4 óra 30 körül elhagyta a templom parkolóját. Azért ez egy igen erős nyom, viszont erről további információkat nem tudtam meg. Néhány hónappal később, 2019 őszén a rendőrség realizálta, hogy egy tipp az elkövető személyével kapcsolatban többször is befutott a hatóságok részére. Mégpedig Bobby Wayne Henry neve merült fel, mint lehetséges gyanúsított, aki korábban a rendőrségnél dolgozott. Kihallgatása során bevallotta, hogy még mindig megvan a taktikai felszerelése, de állítása szerint az már nem volt jó rá.
Harry egyébként ekkor már biztonsági őrként dolgozott, aki Missy temetésén is részt vett, szolgálatot teljesített, valamint részt vett a misén is a Creekside-i templomban. Harry 1996-ban hagyta el a rendőrség kötelékét, ám nem önszántából. A férfit szexuális zaklatás miatt bocsátották el a rendőrségtől. A második járműhöz hasonló autója volt, és ő is bicegve járt. A rendőrség ekkor egy törvényszéki szakértő tanácsát kérte, aki kifejezetten lábakra, ortopédiára szakosodott, mégpedig azért, hogy összehasonlítsa Harry és a videófelvételen látható maszkos támadó járását. De a megállapításai nem voltak meggyőzőek. Tehát elég sok részlet illett az egykori rendőrre, akit szexuális zaklatás miatt bocsátottak el, viszont valami mégsem stimmelt, mégpedig a magassága. Ugyanis a templom biztonsági kameráinak felvételei alapján az elkövető magasságát maximum 172 cm-re tették, Harry viszont 185 cm magas volt. De további adalék a történethez, hogy mindezek ellenére a férfi otthonában házkutatást tartottak, amelyek során több informatikai eszközön kiskorúakról készült pornográf felvételekre bukkantak. 2017. júniusában emiatt le is tartóztatták, és ezt követően interjút is adott, amely során egyértelműen tagadta, hogy ő oltotta volna ki Missy Beavers életét. Ami viszont felháborító, hogy az előzetes letartóztatásból 70 nap múlva szabadult, ugyanis nem emeltek ellene vádat a nála talált illegális felvételek miatt. Ez azért elég felfoghatatlan, főleg, hogy korábban épp szexuális bűncselekmények miatt rúgták ki a rendőrségtől is. Egyébként Missy Beavers ügyében is kizárták, mint gyanúsítottat végül. Tehát hiába voltak bizonyítékok, hiába voltak gyanúsítottak, végül mégsem született letartóztatás az ügyben, és a mai napig nem tudni, ki vette el egy családanya, Missy Beavers életét. Gyilkosa mai napig szabad lábon van, és nem tudni, hogy egyáltalán elkapják-e valaha. Az internet népe, mint a legtöbb esetben, most is számos teóriát vél igazként, és annak ellenére, hogy többnyire ez azért segítő szándékkal történik, néhányan mégis túl messzire mentek. Az áldozat családja számos megpróbáltatáson ment keresztül a tragédiát követően is. Például, amikor azt írták Missy lányának, hogy apát tette, ő ölte meg az anyádat. A lány viszont elmondta, hogy teljességgel kizárja ennek lehetőségét, ugyanis 100%-ig biztos benne, hogy az apja szerette az édesanyját. Az esettel kapcsolatos legutolsó információ 2021 nyarán látott napvilágot, ami pusztán annyi volt, hogy egy névtelen adományozó 100 000 dollárt ajánlott fel a meglévő 50 000 dollár mellé, így ezzel a nyomravezetői díj 150 000 dollárra emelkedett. Hogy ez segíteni fog-e az ügy megoldásában, vagy sem, nem tudom. Te mit gondolsz, valaha kiderül az igazság, vagy örökre a megoldatlan akták közé kerül ez a szörnyű tragédia is?